Sok szeretettel köszöntöm a gyülekezetet. Jelen White életéről szeretnék beszélni, és nagyon örülök annak, hogy olyan gondolatokat hallottam magában a szombatiskolai beszélgetésben, meg a most felolvasott részben is, ami tulajdonképpen kapcsolatban van azokkal a dolgokkal, amiket Ellen White életével kapcsolatban elmondanék. Itt most elsősorban nem is a proféciákról szeretnék beszélni, hanem Ellen White személyéről, az ő életéről, és valamennyire ez kapcsolódik a mi életünkhöz, a mi helyzetünkhöz is. Azt mindannyian tudjuk róla, hogy az adventista egyházban Ellen White-ot úgy tekintjük, mint aki Isten üzeneteit közvetítette, és nagyon sok könyvet írt, több mint 130 könyv jelent már meg angol nyelven az ő írásaiból, és ezt különböző nyelvekre le is fordították, és az elmúlt évben, tavaly nyáron volt a halálának a 100 éves évfordulója. Ellen White szolgálata azért különös jelentőségű számunkra, mert nagyon sok bátorítást, erősítést, útmutatást kaphatunk, és azt lehet látni, hogy az írásai segítenek meglátni azokat az összefüggéseket a bibliai történetekben, amelyek ott vannak a Bibliában, de sokkal egyszerűbb, sok időnként nyilvánvalóban felhívja a figyelmet bizonyos összefüggésekre, mint amiről most a szombatiskolában beszéltünk is például. Ellen White Ellen Harmon néven született Észak-Amerikában, a Maine állambeli Gorham városában 1827. november 26-án. Egy metodista családba született, metodista szülők gyermekeiként, sok gyerekes család volt. Elizabeth nevű ikertestvérével ők voltak a 7.-8. A családban. Ebben az időben Ellen White, illetve Ellen Harmon 9 éves korában egy nagyon szörnyű balesetet szenvedett, megdobták kővel, ami a majdnem halálos kimenetelű lett, illetve majdnem elveszítette a hangját is, viszont megerősödött. És már nagyon fiatalon, 12 éves korában elfogadta, hogy az Úr Jézus az ő üdvözítője, megváltója. Ez abban az időszakban történt, amiről itt a felolvasásban hallhatunk, amikor Észak-Amerikában egy nagy ébredési hullám volt, és nagyon sokan azon gondolkoztak, hogy vajon a Biblián átívelő proféciák mikor vezetnek el oda, hogy Jézus Krisztus visszajön. És William Miller úgy számolta ki, hogy 1844-ben teljesedik ez a proféciai ív, amikor is Jézus Krisztus visszajön. És nagyon sokan, egy több mint 50 ezres tömeg volt az, akik különböző felekezetekhez tartoztak, és várták Jézus visszajövetelét, egész életüket erre szánták. És Ellen Harmon 14 évesen alámerítéses keresztséggel is megpecsételte a hitét, hogy ő Jézus Krisztust elfogadja megváltójának. És nagy hatást tett rá William Millernek a profécia magyarázata. Ez az a dánieli profécia, aminek az alapján William Miller kiszámolta, hogy 1844. október 22-én telik le a 2300 estve és reggel, ami ugye a bibliai profécia szerint egy profétai nap megegyezik egy valóságos évvel, és ez az időszámításunk előtt nagyjából a 6. századiktól kezdődött, tehát amikor elhangzott ez a profécia az átível egészen a 19. századig. És William Miller nagyon alapos számítást végzett, de valamit nem jól gondolt. És ez is egy érdekes jellegzetesség vagy mutató azzal kapcsolatban, hogy az ember nagyon sokszor jó szándékkal, a legnagyobb odaadással is nem tud mindig mindent pontosan felmérni és pontosan kiszámítani. De minden esetre azt tudjuk, hogy rengeteg ember volt, akik várták Jézus visszajövetelét. És
Majd ebben a DVD-ben, aki délután is itt lesz velünk, láthatja, lesz egy egyháztörténelmi beszámoló is benne, hogy milyen helyzetet éltek át azok az emberek, akik a munkájukat feladták, a házukat feladták, a családi kapcsolataikban megnehezült számukra a helyzet, vagy a terményt nem aratták le, vagy nem takarították be, és a világ csúfjává váltak, amikor eltelt 1844. október 22-e, és Jézus nem jött vissza. Egy olyan rettenetes megpróbáltatás, sötétség szakadt rájuk, talán ahhoz lehet hasonlítani, mint amikor a tanítványok ott voltak, és azt látták, hogy a mesterük, akire felnéztek, akire az életüket alapozták, a kereszten függ. A teljes kétségbeesés, a teljes elbizonytalanodás vett erőt ezeken az embereken, és az 50 000-es tábor közül nagyon sokan el is veszítették a hitüket, a bizalmukat, viszont nem mindenki. Nagyon érdekes az, hogy hogyan hat az emberre a különböző csalódás, és milyen reakciókat válthat ki. Ellen White személyisége szempontjából az is nagyon érdekes, hogy ő nem azok között volt, akik elveszítették a bizalmukat. Ő azok között volt, aki azt mondta, hogy valami történt, valami tévedés volt, de Isten igaz, Isten hűséges, ő nem hazudik. És ami tévedés, vagy valami probléma, az csak a mi oldalunkon lehet. És ez késztette őket rá, azt a maroknyi létszámú kis hívő csoportot, hogy az igét még jobban tanulmányozzák, még buzgóban imádkozzanak. És 1844-ben Ellen Harmon 17 éves volt, és akkor is olyan beteg volt éppen a nagy csalódás után, hogy tolószékben kellett elvinni az imaórára, de elment az imaórára. És közösen térdeltek, és az igét tanulmányozták, és imádkoztak, amikor 2 hónappal a nagy csalódás után a Szentlélek különös erővel, bizonyossággal erősítette meg Ellen White-ot, és kapott egy látomást. És ebben a látomásban azt látta, hogy a világ felett halad egy út, egy keskeny út, és a hívők ezen a keskeny úton haladtak felfelé, az új Jeruzsálem felé. És fény világította meg ezt az utat, amire a látomásban Ellent kísérő angyal azt mondta, hogy ez az éjféli kiáltás. Ugye megint olvastunk az éjféli kiáltásról is, és akik nem figyeltek a világosságra, itt lehet látni ezt a fényességet, akik nem figyeltek a világosságra, azok leestek a sötétségbe, a mélységbe, és ez a vesztüket okozta természetesen. Ez volt az a látomás, ami Ellen White számára is, és az adventista egyház számára is egy meghatározó látomás volt. És egy héttel ezután, a látomás után, a szégyenlős, halkszavú, betegeskedő, gyengélkedő, sokak által nem is ismert fiatal lánynak Isten egy újabb látomást adott, és ekkor hívta el prófétának. Milyen különleges az, hogy gondoljunk csak a mi ismeretségi körünkben a 12 éves gyerekekre, a 17 éves fiatalokra, hogy Isten odafigyel mindenkire egyénileg. És meglátta Ellen Harmonban azokat a tulajdonságokat, amelyek képessé teszik őt a mindenféle nehézség és akadály ellenére is, képessé teszik arra, hogy a szolgálatát hűségesen el tudja végezni. Ugyanis Isten arra hívta el, hogy próféta legyen. Mi a próféta? Ugye legtöbben ezt tudjuk. A próféta, a bibliai próféták olyan személyek voltak a bibliai időkben, akiknek Isten természetfeletti módon kijelentést adott azért, hogy a korábban még a teremtéskor az ember és Isten között meglévő töretlen kapcsolat által élvezett közvetlen isteni kijelentéseket az emberek valahogy megkaphassák. A bűn miatt egy nagy választó fal emelkedett az ember elé, ami eltakarja Isten közvetlen színétől,
Azért, mert a bűnös életemben nem bírná ki Istennek a közvetlen jelenlétét. Isten ezt védelemként adta. De Isten nem akarta, hogy az emberek, akik nem láthatnak a jövőbe, nem tudnak sokszor különbséget tenni az igaz és a hamis között, nem tudják, hogy melyik a megfelelő irány, hogy az emberek alapvetően tanácsként legyenek, tanács nélkül legyenek. És Isten azért adta a bibliai prófétákat, hogy mutassák meg az Istentől jövő utat. Most a bibliai történelem lezárulása után, a kánon lezárulása után, Isten nem akart bennünket magunkra hagyni az utolsó időkben, a különösen nehéz utolsó időkben, és ezért hívta el Ellen White-ot, aki akkor még lány nevén Ellen Harmon volt, és azt a feladatot bízta rá, hogy közvetítse azokat az üzeneteket, amelyeket ő az utolsó időben élő emberek számára akar eljuttatni, hogy hogyan készülhet fel Isten népe, hogyan készülhetnek fel az emberek Jézus visszatérésére. És aztán Ellen Harmon el is fogadta ezt a feladatot, annak ellenére, hogy voltak mások férfiak, akiknek Isten felkínálta ezt a feladatot, de visszariadtak tőle. Ő nem, Ellen Harmon nem maga jelentkezett, nem volt könnyű számára az elfogadás, de mégis elfogadta, és a következőt írja, hogy amikor ezt a feladatot először megkaptam, könyörögtem az Úrnak, hogy tegye ezt a terhet valaki másra. Olyan hatalmas, széles és mély volt a munka, hogy attól féltem, nem tudom elvégezni. Azonban szent lelke által az Úr alkalmassá tett a feladat elvégzésére, amit rám bízott. Ezt én azért tartom nagyon érdekesnek, mert sokszor érezhetjük azt, akármilyen feladatot végzünk, a Jóisten nevében vagy a Jóistenért, sokszor érezhetjük azt, hogy túl nagy a feladat, túl sok időnket, energiánkat igényli, túl nagy megpróbáltatásokkal járhat ennek a feladatnak az elvégzése, vagy hogy nem vagyunk elég erősek fizikailag hozzá. És milyen érdekes, hogy amikor Isten valakinek feladatot ad, akkor a képességet is megadja hozzá, és Ellen White élete erre egy fantasztikus példa, egy különlegesen jó példa. És a következő 70 évben intenzív szolgálatot végzett, körülbelül 2000 álmot és látomást látott, amelyeket időnként elfelejtett, majd adott időben újból eszébe jutottak ezek, és amelyeknek a közvetítését nagyon fontosnak tartotta, és hűségesen végezte. De még így a proféta feladatával kapcsolatban nagyon jól ismerjük azt az ige helyet, Ámos könyve 3. fejezetnek a 7. versében, amikor azt mondja a proféta, hogy semmit sem cselekszik az én Uram az Úr, míg meg nem jelenti titkát szolgáinak a profétáknak. Tehát ez a profétának a feladata. Nem a profétától származik az üzenet Istentől származik, és a profétának valamilyen úton, módon ezt tovább kell adnia. Valamilyen úton, módon, az nagyon sok esetben Ellen White életében az írásbeli továbbadás volt, illetve a szóbeli közvetítés is. Itt angolul láthatjuk a két legnépszerűbb könyvét, a Jézushoz vezető út és a Jézus élete című könyveket, amelyeket a Jézushoz vezető út című könyvet több mint 150 nyelvre lefordítottak, és ezért is van az, hogy Ellen White az összes író közül, tehát író nő közül a legtöbb nyelvre lefordított szerző, illetve hát akinek a munkáit a legtöbb nyelvre lefordították. Hogyha tovább megyünk az életrajzát átismételve, akkor elmondhatjuk azt, hogy 1846-ban, amikor Ellen Harmon 19 éves volt, hozzáment feleségül James White-hoz, aki egy adventista prédikátor volt, nem hetednapi adventista, hanem adventista prédikátor volt. 6 évvel volt nála idősebb, akkor ő 25 éves volt, és az tette őket különleges, hogy James White-tal sokszor az Istentől kapott megbízatás vezette őket közös utakra, és aztán így jutottak el a házasságig, és James White meg volt győződve róla, hogy a felesége valóban a Jóistennek a prófétája.
És ez nagyon sokat jelentett, mert egy roppant erős szövetségben és nagyon erős szövetségben tudták egymást támogatni, és különösen jól munkálkodtak, dolgoztak együtt. Azért is említettem, hogy James White még adventista prédikátor volt, mert abban az időben, amikor ők még összeházasodtak, akkor még a szombatnak az üzenetét nem fogadták el, és ez is egy példa arra, hogy az ember milyen fokozatosan ért meg olyan dolgot, amit esetleg milliószor elolvasott. Mert biztos vagyok benne, hogy mind a ketten olvashatták egész kis koruktól kezdve a 10 parancsolatot, és benne azt a parancsolatot Mózes második könyve 20. fejezetének a 8. versétől a 11. versig terjedő részben, hogy megemlékezzél a szombatnapról, hogy megszenteljed azt. Hányszor és hányszor olvashatták, de csak a házasság kötésük után fogadták el ők is a szombatnak az üzenetét. De az ember megismerése sokszor részleges, és fejlődött még a Jóistennek a prófétája is a megismerésben és az elfogadásban. És aztán így fogadtak el különböző tanításokat, üzeneteket, akár az egészséges életmóddal kapcsolatos különböző gondolatokat. Képes lap azt idézi fel, hogy milyen közlekedési eszközök voltak a legnépszerűbbek a 19. század közepén is, illetve a 20. század elején is. Együtt is és külön-külön is James és Ellen White nagyon sok ezer mérföldet megtettek, bejárták egész Észak-Amerikát, különböző konferenciákat tartottak, prédikáltak, hirdették a Jóistennek az üzenetét, a hetednapi adventista egyháznak az alapító tagjaiként, de Ellen White eljutott Európába is, Ausztráliába is, és nem csak lovas kocsival, lovas szánnal, gőzmozdony vontattak, vonattal utaztak, hanem sokszor gőzhajóval is. És nekünk ez olyan kellemes, olyan romantikus hangulatot idéz a lovas szán. Mindig eszembe jut, anyukám még mesélték még a gyerekkori élményeiket, amikor nagy telek voltak, és ló vontatta szánnal, utaztak, hogy ez milyen hangulatos lehetett, és én mindig arra gondolok, hogy ez milyen különlegesen kellemes lehetett, de amikor a jeges szél valakinek órák hosszat az arcába vág, amikor ott didereg a nyitott szánon, az nem biztos, hogy annyira kellemes, vagy amikor a tikkasztó hőségben kellett utazni, zsúfoltságban és zajban. De ez nem tántorította vissza őket attól, hogy menjenek oda, ahova a Jóisten küldi őket. És a házasságuknak, illetve hát az életüknek az első idejében nagy szegénységben éltek. Ellen White leírja, hogy nagy szegénységben éltek, gyakran betegeskedtek. És Ellen White úgy érezte, és ez egy másik szempont, amit szeretnék kihangsúlyozni, tehát voltak a nehézségek, és hogyan értelmezte ezt Ellen White a szolgálatával kapcsolatos nehézségeket. Azt mondta, hogy az Úr talán azért engedte nekik, hogy ilyen megpróbáltatások érjék őket, hogy nehogy nehezükre essen elhagyni a kényelmes otthont, amikor nehéz körülmények között kellett végezni a szolgálatot. Tehát igyekezett mindig meglátni azt, hogy valami, ami rossz, abban mi lehet mögötte. És ez egy szemléletmód. Ez egy olyan szemléletmód, hogy nem a megkeseredés, nem a negatív gondolatok felé haladt tudatosan, hanem tudatosan azt választotta, hogy a pozitív irányba halad, a megerősödés felé. És sokszor, illetve sokáig nem a saját házukban laktak, hanem bérelt otthonban, vagy pedig valaki a rendelkezésükre bocsátotta az otthonát, és abban éltek. De mindenben az volt az alapvető gondolata, hogy a különböző nehézségeknek lehet oka, és mindenből tanulhatunk. Számomra ez egy nagy példa. És a különböző helyzetek nem adnak okot a megkeseredésre. Említettem, hogy
sokszor szűkösen és kis helyen éltek, de ez nem akadályozta meg őket abban, hogy a vendégfogadást mindig nagyon komolyan vegyék. Volt egy alkalom, amikor 1859-ben például egy kis házban laktak, de egy konferenciát tartottak ott náluk, és 35 ember szállt meg a házukban. Ellen White, akinek szokása volt mindig naplót vezetni, a konferencia utáni napon csak egyetlen rövid mondatot írt a naplójába, hogy mindannyian teljesen kimerültünk. 1859. június 7-én. De hogy mivel tölthette általában Ellen White a napjait, arról 1873-ban egy levelében ezeket írta. Reggel 5:30-kor keltem, segítettem Lucindának elmosogatni, sötétedésig írtam, majd amit kellett, megvartam. Majdnem éjfélig fenn voltunk. Miután a napi írással végeztem, kivostam a családnak, amit kellett. Gyakran olyan fáradt voltam, hogy támolyogtam, mint aki mámoros. Azonban hála az Úrnak, kibírtam. Most csak úgy röviden utalnék rá, hogy valaki, akit a Jóisten egy nagyon komoly és nagyon szentnek mondható feladatra hívott el. Így élt. Én mindig azt szoktam mondani, hogy úgy élt a 19. század, tehát az élete nagy része a 19. században volt, és a 20. század elején, mint egy mai dolgozó nő. Volt a Jóistentől kapott feladata, ott volt a férje, ott voltak a gyerekei, ott voltak azok az emberek, akik a környezetében éltek, és igyekezett minden módon szavaival, írásaival, a tetteivel a Jóisten szeretetét bemutatni, és ez sokszor hát azt tette szükségessé, hogy olyan fáradt volt, hogy úgy érezte, hogy támolyog. Azt tudjuk, hogy 4 fia született a White házaspárnak, de itt ezen a képen 2-vel láthatjuk. A 4 fiúnak a neve Henry, Edson, William és Herbert, és hogy mennyire nem volt kivétel az Úr profétája a szenvedések alól, azt onnan is láthatjuk, hogy 2 fiúk meghalt. Tudom, hogy a 19. században még más volt a gyermek halandóság aránya, mint a mai időkben, de akkor is minden szülőnek ez ugyanolyan veszteség volt a 19. században, mint amit ma éreznének ilyen helyzetben az emberek. Az első szülött gyereke 16 éves korában tüdőgyulladásban halt meg, Henry, és ráadásul akkor, amikor éppen arra kényszerültek, hogy nem kényszerültek, a munka miatt el kellett utazniuk, és alaposan nagy gonddal kiválasztott barátoknak a gondjaira bízták a gyerekeket. De valahogy Henry megfázott, és a megfázás az súlyosbodott, és nem volt ott az édesanyja, hogy borogassa, hogy olyan hidroterápiás kezelésben részesítse, amivel megmenthette volna az életét, még mielőtt a tüdőgyulladás elhatalmasodik. És Ellen White írja, hogy olyan késztetést érzett, hogy az útját rövidebbre fogja, és haza sietett, és akkor még találkozott a fiával a halála előtt. El tudjuk képzelni, hogy mit érezhetett. Vagy talán nem tudjuk elképzelni, de megpróbálhatjuk elképzelni. Aztán egy kicsivel később a másik gyermekük is hasonló tüdőgyulladást kapott, viszont akkor otthon volt Ellen White, és tudta kezelni, és meg tudta menteni az életét. Viszont 3 hónapos kisfiúk is Orbánzban meghalt, John Herbert, az is nagy veszteség volt a család számára. És a másik 2 fiú, William és Edson pedig mind a ketten, amikor felnőttek, adventista lelkészek lettek, ők már 7. napi adventista lelkészek voltak abban az időben. Viszont azt is tudhatjuk, hogy mennyire átlagos volt az életük, hogy James és Ellen White időnként a gyereknevelés kérdésében is más nézeteket vallottak, vagy nem értettek mindig teljesen egyet.
És Edzon tinédzser korában egy lázadó tinédzser volt. Nagyon sok gond volt vele. Nagyon sokszor ellenállt a szülői tanácsnak, tehát még ezt is tapasztalták. És pontosan, amikor ez is egy olyan szempont volt, hogy amikor ott kellett hagyni a barátok gondjaira a gyerekeit, hogy mindig nagyon nagy gonddal választotta ki az, hogy kiknek a gondjaira bízza őket. De a White intézet könyvtárában ott vannak Ellen White-nak a levelei, ugyanis volt egy zseniális rendszer, hogyha nem csak, tehát hogyha idegeneknek írt, már úgy értem, hogy idegeneket, hogyha a család tagjain kívül állóknak írt, akkor mindig megírta, és aztán már utána köztudott volt, hogyha valaki kap Ellen White-tól egy levelet, akkor ezt le kellett magának másolnia, és az eredetit pedig vissza kellett küldenie. Így Ellen White-nak a levelei megvannak a White intézetben. És ott lehet olvasni a fiainak írt leveleit is, amiben az igazi anyai gondoskodása, a beszámolás mindenről, a jó tanács, a jó irányba nevelés, az mindig megfigyelhető. És érdekes, hogy a borítékokban, amíg a gyerekei kicsik voltak, édességet is csempészettek bele. Ezen a képen azt láthatjuk, hogy a White intézetben ez a White házas párnak az unokája, Arthur C. White, aki mellé odarakták Ellen White írásaiból kiadott könyveket, tehát egy ember magasságú oszlop. Ez csak egy-egy kiadást jelent mindenből, tehát nem a többszörös kiadást, és ez csak az eredeti angol nyelven. Rengeteg könyv jelent meg Ellen White-nak az írásaiból, ami hát vagy egy 100 000 oldalnyi kéziratot hagyott hátra. És ezekben az írásokban nagyon sok mindenről írt. A fő terület volt a bibliai történetek, Jézus élete különösen, de a nevelés kérdéskörétől a pénzgazdálkodás, akár a kertészkedés, a hétköznapi keresztény élet, minden szerepelt az írásaiban. És azt írja Ellen White egy újságban megjelent cikkével kapcsolatban, ugyanis folyamatosan firtatták, hogy honnan származnak ezek a gondolatok, amelyeket leírt. Ugyanis nagyon sok olyan gondolat volt, ami újszerű volt a 19. században, vagy a 20. század elején, és sokan állandóan azt várták, hogy hol vagy hogyan tudják leleplezni benne a csalót, a működésében a csalást. És ezért időnként ő is arra kényszerült, mint ahogy Pál apostolnak is meg kellett önmagát védenie, vagy ki kellett jelentenie, hogy ő milyen Pál apostol, milyen alapon nevezhető apostolnak, Ellen White-nak is le kellett írnia, hogy honnan származik az az üzenet, amit ő közvetít. Azt írja, hogy a labban egyetlen cikkben sem csupán a saját gondolataimat írom le, hanem azt, amit Isten látomásban tárt fel előttem, a trónusától jövő világosság drága sugarait. Tehát az Isten üzenete az mindig világosság. És ezt a világosságot képviselte, közvetítette. Vagy pedig a következő gondolat, hogy ez vagy Isten munkája, ez már a bizonyságtételekre vonatkozik, ez vagy Isten munkája, vagy nem. Isten semmit nem tesz Sátánnal közösen. Az én munkámon vagy Isten pecsétje, vagy az ellenség pecsétje van. Nincs ebben az esetben felemás munka. A bizonyságtételek vagy Istentől származnak, vagy a gonosztól. Egyébként én azt tapasztalom, hogy nagyon sokan nagy tisztelettel olvassák Ellen White-nak a munkáit. Nagyon sokan, illetve nem azt mondom, hogy nagyon sokan, de vannak olyanok, akik óckodnak tőle. És attól arra gondolnak, hogy olyan nagyon kemény és szigorú volt, hiszen olyan dolgokról írt, amelyeket néha nehéznek tartanak követni. De Ellen White, amit leírt, amit Istentől kapott, mint drága világosság sugarait, azt ő saját maga, még ha nehezére is esett, akkor is erőfeszítések árán is igyekezett követni.
Egyébként őt nem csak a hetednapi adventista egyházon belül tisztelték, hanem a 19. század végén, közepétől kezdve nagy hírnévre tett szert a felekezet körein kívül is, és az 1860-as, 70-es években roppant nagy tekintélyű szónokként tartották számon. Például 1867-ben egy 20 000 fős nézőközönség előtt beszélt több mint egy órán át mikrofon nélkül, és 10 évvel később, 1877-ben egy felekezetközi mértékletességi konferencián több mint 5 000 ember előtt beszélt másfél órán keresztül, erősítés nélkül. Ebben a teremben is lehet élvezni az erősítésnek az előnyeit, hát még akkor egy nagy teremben. Ahogy beszélt, az megnyerő volt. Mindjárt ezt már csak úgy elgondolni tudjuk meg, ahogy olvasunk róla a könyvekben, de mindig határozottan, célra törően, viszont ugyanakkor udvariasan és tapintatosan képviselte a jó Isten üzenetét, és a más egyházak tagjaival is mindig nagyon udvarias volt. Tehát nem elidegeníteni akart, hanem megnyerni. A Jóistenhez vezetni minél több embert. Itt azt láthatjuk, hogy a White intézetben megvan a személyes és irodai könyvtára, több mint 1500 kötetnyi könyv, amelyek nem csak díszként ültek a polcokon, hanem amelyeket gyakran forgatott és használt. Hogyha valaki a Nagy Küzdelem című könyvnek a bevezetőjében, tehát ott olvashat arról, hogy hogyan is használta ő fel más szerzőknek az írásait az ihletettség folyamatában. Ez egy nagyon izgalmas dolog, de most, ahogy látom az órát, most már erről csak rövidebben, Nagy Küzdelem előszavában bővebben olvashatunk róla. Az, hogy a Jóisten üzenetét kellett képviselnie írásban, szóban, különböző módon, az elméleti ismereteknek a gazdagságát jelentette. Viszont ez nem jelentette nála azt, hogy pusztán az elmélet felé ment volna el. Ugye megvan erre mindig a kísértés, hogy az ember vagy az egyik oldalra megy, vagy a másik oldalra. Ő nagyon jól tudta összeegyeztetni az elméletet a gyakorlattal, és ez az, amire most az egyházunk is egyébként ebben a mostani időben törekszik, hogy ne csak elméletben legyünk hívők a gondolatunkban, hanem a hétköznapi életünkben, a gyakorlatunkban is. És ezt ő úgy valósította meg, hogy akinek kellett ruhanyagot adott, vagy saját maga megvarta, vagy pedig volt akinek, ha leégett a háza, akkor pénzbeli segítséget adott, vagy pedig árverésekre járt, és bútorokat vásárolt azért, hogyha valakinek leégett a háza. Amerikában, amikor fából építették a házakat, ez gyakran előfordult, valakinek minden elveszett, és akkor a testvérek nagyon aktívan segítették egymást. Itt egy időskori képét láthatjuk, amikor a segítőjével, ilyen lovas kocsival közlekedett, és nagyon sokszor elvitte a szomszédoknak, az ismerősöknek, a betegeknek, a rászorulóknak azt a zöldséget, gyümölcsöt, terményt, amit ő maga termelt meg, vagy esetleg zoknikat, kesztyűket kötött, vagy ruhákat vart, és nagyon sokszor egészségügyi szolgálatot is végzett. Tehát amikor valaki beteg volt, akkor elment és segített, megmutatta, hogy mi a borogatásnak például a legjobb módja, nagyon sokféle módja. Ezt a gyakorlati segítségvállalást, segítséget Ausztráliában is gyakorolta, tudjuk, hogy 2 évet töltött Ausztráliában, és amikor onnan eljött az ottani ismerősök, nem csak egyháztagok, csodálatos, szép köszönő leveleket fogalmaztak meg, amelyek egy könyvben, szintén a White intézetben láthatók. Milyen volt Ellen White? Körülbelül 160 centi magas volt, a szeme szürke, a haja eredetileg barna volt, és nagyon nagy hatású előadó és szónok volt, és nagyon jól ki tudta fejezni magát írásban is. Ezzel együtt egy megközelíthető, vidám, kedves ember volt, aki nagyon szerette a virágokat, és szerette a kis állatokat, a fiatal háztáji állatokat, csirkéket, borjúkat. És ő is egy valós személy volt, nem csak
nem csak veszteségei voltak így a családi életben, hanem fájdalmas betegségei, reumatikus fájdalmak, fájdalmas influenzás, megbetegedés, fejfájás gyakran gyötörte. A súlyfelesleggel is küzdött, ezt viszont jó humorral tudta kezelni adott esetben. Tehát ő nem egy olyan szigorú, merev, zord ember volt, akitől menekült mindenki a környezetéből, hanem egy kedves, de nagyon egyenes ember volt, ezt az egyenességet viszont tapintattal gyakorolta. És hogyha valaki ezt igyekszik követni, akkor nem lesz rideg, nem lesz az emberekkel elutasító, hanem olyan befogadó lelkület. Ugye ez az, amire mi is törekednénk egyre inkább, hogy a szeretetet nyilvánítani, tanúsítani, és hát ez itt nálatok olyan nagyon emlékezetes volt számomra ebben a gyülekezetben, hogy itt is ezt mennyire gyakoroljátok. Aztán egy másik veszteség volt számára, amikor 54 éves volt, amikor a nála 6 évvel idősebb férje 60 évesen meghalt. A nem kiegyensúlyozott életmód miatt, tehát a munka, a szellemi munka túlságosan igénybe vette, leterhelte. És James White halála, illetve még sok korai adventista úttörőnek a halála is volt egy nagyon erős ösztönző, ami arra késztette az adventista egyházban az elődeinket és Ellen White szolgálatát jobban elfogadják, hogy az egészségügyi üzenetnek a hangsúlyozása tulajdonképpen ezen a háttéren kapott nagyobb hangot. És amikor meghalt James White, akivel egy olyan nagyon erős szövetségben éltek ők, nagyon erős munka kapcsolatban is, a családi kapcsolaton túlmenően, akkor Ellen White-ot ez annyira megviselte, hogy majdnem belehalt. Tehát annyira fizikailag ő is annyira legyengült, és a Jóisten viszont megerősítette, és egy érdekes dolog, hogy ő úgy beszél róla, hogy ő pedig eltökélte magában, hogy folytatja tovább. Tehát oda érkezett, hogy nem tudja egyedül folytatni, egy olyan krízis volt ez számára, de a Jóisten megerősítette, és ő eldöntötte, hogy folytatni fogja tovább. És igyekezett vidáman, kedvesen viszonyulni az emberekhez, még a legnagyobb fájdalmában is, és erről ez szintén egy döntésnek az eredménye, egy gondolkodásmódnak az eredménye. Arról azt írja, hogy van, hogy néha levertnek érzem magam, de küzdök az ilyen érzés ellen. Tudom, Isten azt akarja, hogy meglegyen bennünk öröme. Mondja azt, aki sokat nélkülözött, akinek két gyereke meghalt, aki sokat betegeskedett, aki elveszítette a férjét, akit nem értettek meg sokan egész életében, és gyanakvással figyeltek, akinek sokszor az egyházon belül is megvoltak az ellenlábasai, vagy akik felemelték ellene a hangjukat. Azt mondja, hogy tudom, Isten azt akarja, hogy meglegyen bennünk öröme, hogy az örömünk teljes legyen. Tehát Isten azt akarja, hogy mi, akik itt élünk most 2016-ban, érezzük azt a saját adott helyzetünkben, hogy Isten azt akarja, hogy az örömünk teljes legyen, az adott körülményeink között. Hogy egy előíze legyen annak, amit majd a mennyben tartogat számunkra. Azt úgy folytatja, hogy a menny tele van áldásaival, áldásait felkínálja nekünk, ha elfogadjuk. Mindenkinek időnként kísértés, hogy a saját nehézségei között ugye elkezdje sajnálni magát, én velem is időnként elő szokott fordulni, és aztán utána arra az ember rájön, hogy itt nagyon sok minden a tudatos döntésnek tehát a tudatos döntés nagyon sokat jelent. És mi segít még a tudatos döntésben? Valaki más azt írta Ellen White fiának, hogy úgy tűnt nekem, édesanyád igazi vigaszt talál az ige ígéreteiben. Találunk-e mi is mindig vigaszt az igének az ígéreteiben? Találunk-e vigaszt az imádságban? Találunk-e vigaszt az énekekben? Milyen sokat jelent, hogyha valaki mondjuk éjjel fölébred, és akkor imádkozik. Ha nem tud elaludni, akkor az ismert gyülekezeti énekeknek a szavai jutnak eszébe. Milyen sokat jelent az, hogy elűzi az éjszakának a fizikai sötétségén túl a lelki sötétségét is.
És tehát még akkor is, amikor az ember szellemileg rettentően kimerült, ezt már érintettem, hogy nagyon praktikus volt, tehát nagyon gyakorlati volt, nem csak elméleti. Az adventista egyház megvásárolta azt a házat, amiben Ellen White az élete utolsó éveit töltötte, és eredeti, illetve korhű tárgyakkal berendezték, amiben segítségükre volt, tehát az adventista egyháznak segítségére volt Ellen White egyik unokája, aki jól emlékezett még azokra a dolgokra, amelyek a nagymama család, illetve a háztartásában ott voltak. Ez az étkészlet, ami az asztalon van, ez Ellen White étkészlete volt. És nem azért mutatom, hogy mindenkinek ilyennek kell, hogy legyen a szombatra megterített asztala, de Ellen White számára az fontos volt, hogy a szombat egy ünnep, egy nagyon kellemes alkalom a gyerekek, a felnőttek számára. És nem egy gúzsba kötés, egy kényszerítés, hanem egy öröm. És ezt azzal is kifejezte, hogy virág volt az asztalon, azzal is kifejezte, hogy a kedvenc ételeket készítették a szombati alkalmakra. És érdekes az, hogy tehát fontos ezt tudnunk, fontos tudnunk. Mert akkor talán nagyobb kedvel vesszük kezünkbe Ellen White-nak a könyveit, hogy nem egy életidegen ember volt. Nagyon sokszor figyelt arra, hogy fiatalok, akiknek vagy nem voltak szüleik, vagy pedig messze laktak, és nem juthattak volna az adventista iskola rendszerbe, sok fiatalt fogadott magához, akik vele éltek hosszabb, rövidebb ideig. És ezeknek a fiataloknak megengedte, hogy heti egy párna csata legyen. Tehát azt akarta, hogy a fiatalok is érezzék a fiatalok szükségleteit, tehát hogy meglegyen mindaz nekik, amire szükségük van a fiataloknak. Az unokáit is sokszor a családtagok, illetve a segítők, hogy távol akarták tőle tartani, hogy legyen ideje dolgozni, de ő olyan cinkos módon összekacsintott velük. Nagyon érdekes erről például a Szemelvények Ellen White írásaiból című könyvből olvasni, harmadik kötetben is nagyon érdekes dolgokat lehet olvasni. Ez pedig az ebédlő után, ez egy másik rész a nappali, ahol volt egy harmónium, illetve itt tartották az áhítatokat, figyelt arra, hogy minden nap tartsanak családi áhítatot, ami összehozza a családot, de az áhítat ne legyen unalmas és száraz, hanem rövid és érdekes, a gyerekek számára is érdekes, és olyan énekeket énekeltek, ami a menny légköre felé vonta őket. Ellen White hatásáról nagyon sok mindent lehetne mondani, most csak annyit mondanék, hogy az adventista egyház szerkezetének a kialakulására döntő hatása volt, de nem úgy, hogy ő mondott meg mindent, hanem imádkoztak és tanulmányozták a Bibliát, közös megegyezésre jutottak, és általában utána jött az isteni kinyilatkoztatás. Az egyik fontos üzenet volt az oktatási rendszer kiépítése. Itt ez az épület, amit láthatunk, az adventista egyház teológiai képzésének az első számú intézménye, az Andrews Egyetemnek ez a kápolnája, tehát ez a gyülekezeti terme, és előtte ezen a téren a zászlók azokat a népeket jelképezik, akiknek a diákjai ott tanulnak az Andrews Egyetemen. Itt pedig láthatjuk az orvosi egészségügyi képzésnek a fellegvárát, a adventista fellegvárát, ha szabad így mondani. Ez a Loma Linda Egyetem, ami Kaliforniában van, és Ellen White-nak hatása volt arra is, hogy egy világszéles orvosi, egészségügyi hálózatot, képző rendszereket, illetve klinikákat, kórházakat működtet már az adventista egyház. Illetve az oktatási rendszerrel kapcsolatban még elmondhatnám, hogy mára a hetednapi adventista egyház működteti a legnagyobb protestáns iskola hálózatot világszerte. És az a kis maroknyi hívő, akik a 19. század közepén a nagy csalódást után értelmet nyert, illetve a nagy csalódást tudták értelmezni, mára egy közel 20 milliós közösségé nőtte ki magát. Kiadói hálózat is Ellen White útmutatása alapján épült ki. Itt legfelül láthatjuk a Borsva utcai budapesti kiadónak az épületét, de nagyon sok kiadó működik világszerte. És Ellen White nagyon
szolgálata szerteágazó volt, de a legfontosabb, amit a családjától kezdve mindenütt képviselt, hogy függetlenül attól, hogy milyen körülmények között élünk éppen, a legfontosabb bízni Jézus Krisztusnak az áldozatában, Jézus Krisztusban. Ő a megoldás mindenre. És az arra akart elvezetni, akár írásaival, akár a szavaival, az előadásaival, hogy bármi is látszik a környezetünkben, bármi is, ami szembeötlő, Jézusban mindenképpen megbízhatunk az ő szeretetében. És nagy kincs számunkra az a sok írása, ami elérhető, és azt hiszem, hogy nem tudjuk eléggé forgatni, vagy eleget forgatni. Ő mindig úgy fogalmazott, hogy az ő írásai a kis világosságot jelképezik, amelyek a nagy világosság felé vezetnek. A nagy világosság a Bibliában adott kinyilatkoztatás. Azt hiszem, hogy hálásak lehetünk a Jóistennek Ellen White szolgálatáért, és nagyon sok mindent tanulhatunk tőle. És adja a Jóisten, hogy tanuljunk is, és valóban kihasználjuk a lehetőséget mindenre. Amen.